Kaposvár ellen is folytatná kiváló sorozatát a mezőköves grúz csatára Budu Zivzivadze, aki az elmúlt három fordulóban egyaránt eredményes tudott lenni, és ezen a meccsen is főszereplő lehet. Íme a mezőköves összeállítása a Rákóczi ellen, két változás az eltiltott Farkas helyett Vadnai, Nagy helyett pedig Vajda ezúttal a kezdőben, Pekár pedig Zivzivadze társa lesz majd a csatásorban. Ami a másik oldalt illeti, nem elég, hogy a Kaposvár 12 forduló alatt mindössze 6 pontot szerzett, eltiltások és sérülések is sújtották Waltner Robert és Diszl László csapatát. Nem lehet itt Pogacsics és Fodor eltiltás miatt, Csiki és Balázs pedig sérülés miatt. Ádám Martin viszont ezúttal is ott van a kezdőben, Nagy Rihárd és Poplatnyik támogatják majd a két szélről. Mind a két csapat egyébként próbálta kihasználni a válogatott szünet, nyújtotta lehetőségeket és edzőmérkőzéseket játszottak. Kaposvár a Szolnok ellen játszott, és egy-egyes döntetlen lett, de nézzük közben Zivzivadzét, mert ez nagy helyzet, Svakta véd. Megvan az első kaput eltaláló lövés a hazaiaktól, ez sem volt egy életerős löket, és még azt sem mondanám, hogy olyan kifejezetten jól helyezte volna Zivzivadze, de ez most nagy helyzet volt. Szép labdát kapott, és 16-ról előtte Svakta védett. Úr, inkább csak hátul. Nagy Tamás vissza. Úr pedig most már kénytelen felívelni. Mindenki visszafutott, senki nem indult be időben a védők mögé, de a lecsorgó így is megvan. Velicki tovább, aztán Poplatnyik lőhet, de vágódik. Ádám még mindig ott pattog a labda, és oldalháló. Megvan a kaposváriak első kapura lövési kísérlete is. Itt a levágódó lövés. Valóban úgy nézett ki, hogy Ádám Martin nem volt lesen, már ezt reklamálták a kövesdiek. Éles szögből Szakály. Ezt a szögletet most Cseri végzi el. Egy kicsiben Vajdának. Sie. Vajda megint. Több mindent kipróbálnak ezeknél a szögleteknél a mezőkövesdiek. Kisebb-nagyobb sikerrel, viszont most a lecsorgóból lehet még lövőhelyzet. Átlépi a labdát Karnyicki, és aztán Berec lő fölé. Cseri laposan, Zivzivadze kap bele, a lepattanót pedig Pillár nem tudja begyötörni. Cseri elesik, büntető. 11-eshez jut a mezőkövesd a 44. perc legelején. Cseri buktatásáért mutat a büntetőpontra Solymosi Péter. Na lássuk még egyszer. Itt a laposan megurított szabadrugás. Nem is Zivzivadze ért hozzá, hanem az egyik védő. Aztán Ádám tudott ott blokkolni, és az a becsúszás az nagyon rossz volt. Belicki volt a szabálytalan. Rövid a felszabadítás, Belicki pedig méterekről csúszik. Cseri és Lakta tehát. Cseri belövi, Lakta a másik irányba mozdult, vezet a mezőkövesd az első félidő utolsó percében. Amíg ilyen hibákat vét a Kaposvár, addig nem fognak sokkal előrébb jutni, mert ezen a mérkőzésen is stabilan, fegyelmezetten védekeztek, hiszen egy ilyen hiba három pontba kerülhet. Cseri higgadt, 1-0. Nagy János. Pillár. Bukta előre, inkább csak oda passzolta, így sem volt azonban pontos. Jakimiv, nagy hiba, és ezzel megindult a mezőkövest 3-3-ban. Bekár ott kérné jobb oldalon a labdát, de Cseri kapja. Cseri még egyet tovább, Vajda visszateszi, szöglet. Kezezés reklamáltak a mezőkövesdiek, de Solymosi Péter a szöglet zászlóra mutatott. Na itt van még egyszer Jakimiv hibája. Hát ebben több volt. Majd a fogja elvégezni, de nem biztos, hogy beadja egyből. Most már azonban úgy néz ki, hogy igen, Belicki ott volt Cseri mellett végig, úgyhogy Vajda inkább a mellett dönt, hogy beadja. Tovább pattan még a labda, Berec lőhet messziről, elmegy a védők között 2-0. Megpattant a lövés, és így volt jó mezőkövesdi szempontból, mert ez nagyon becsapta Slaktát. 2-0, rögtön a második félidő elején megduplázza az előnyét a hazai csapat. Megint egy távoli lövés. Ezeknek a nagy többsége eddig kaput sem talált, és lehet, hogy ezt is fogta volna Slakta, hogyha nem ér hozzá valaki. Messziről ellövi Berec, és tényleg szerencsésen pattant számára.
Zivzivadze, most viszont elveszi a labdát Úrtól. Zivzivadze el tud indulni a Zicserit, lassan Zivzivadze mellé. Végképp eldönthette volna ezt a mérkőzést Budu Zivzivadze, és meg lehetett volna zsinórban a negyedik bajnoki találata is, összességében pedig a hetedik. Itt kihasználja ugyan, hogy Úr elbizonytalanodik és elveszi tőle a labdát. Rángatják egymást rendesen. Engedte tovább a játékvezető. Azért azt illett volna berúgni az Zivzivadzénak. Nagyon rosszul találta el.